Az idén 16. alkalommal került megrendezésre a Tiszalöki Nemzetközi Csontvári Alkotótábor. A tábor lakóinak most is a Teleki Blanka Gimnázium kollégiuma nyújtott otthont erre az időszakra. A szervezők, Zrinszky István és Tölgyesi Attiláné minden lehetőséget megragadva, mindent megmozgatva próbáltak a művészeknek minél jobb körülményeket teremteni, annak ellenére, hogy az idén sajnos nem sikerült pályázni a rendezvény támogatására. Így saját erőből a Tiszalöki önkormányzat kizárólagos hozzájárulásával valósulhatott meg a 16. művésztábor. Külön köszönet még Molnár Lászlónak, a kollégium vezetőjének az elhelyezésért, Gömze Sándor polgármesternek a támogatásért és Bede Tóth Attilának a Tiszalökért közalapítvány által nyújtott segítségéért. Kedves barátaink, hát szeretettel köszöntenek benneteket, hogy ragaszkodjunk a protokollhoz is. 16. alkalommal rendezzük ezt a Csontvári Nemzetközi Alkotótábort. Hát nem kis büszkeséggel elmondom ki, hogy általában nagyobb sikerre, volt a kisebb rendezési hiányosságú, de itt mióta Laci kézbe vette a elhelyezést, az ellátást, jó házigazdája a tábornak. Azóta én úgy érzem, hogy is helyre rázódtunk, egy kicsit másabb, mint a panzérszerű alkotóház volt. Hát, hogy 16. alkalommal együtt vagyunk, nagyon köszönhető Gömze Sándor polgármester úrnak. Idén nem sikerült a pályázati lehetőségünk, így most a teljes részében a polgármesteri hivatalra tudunk támaszkodni, illetve azoknak a szponzoroknak a segítségére, akik eddig is voltak, a TS, a kenyérgyár megtámogatja, hogy így mondjam, egy kis olcsó ebéddel a ebédünket egy. TS Gaszpro. Jó, hangozom el, milyen TS Gaszpro. És hát ezt is olcsóban kapjuk egy kicsivel, de mindez, ez a kicsi is, ahogy mondtam az előbb, a polgármester segítségével kerül ide hozzánk. Bédeini Marika, tudjátok, ismeritek, akik, hát Lengete is biztos emlékszel Marikára, van egy bútorgyáruk, vagy bútorüzemük, és mindenkinek küldött 6 darab funért, amire szeretné, hogy nagyon-nagyon szép képeket festenétek. Aki nem ezzel dolgozik, hanem papírra, az majd másik alkalommal felhasználja. Azt szeretném még elmondani, hogy a reggelire, az előző évekhez hasonlóan a tegesztől kapunk tejet, ma este vagy holnap reggelre fog megjönni a 10 liter, és akkor ahogy igényetek van rá, szóltok, és akkor másnap reggelre pótoljuk. Hozzá tudunk járulni még kis pékájúval a reggelihez, meg holnap reggel majd süt a Marika süt rántottát. Tehát levéz az mindig így 12:30 délután között fog megérkezni. A szerdai napra szeretnénk a házi gyűrűval, hogyha nem a fixálva, akkor van a gyűrűbe. Szerdára terveztünk egy közös főzést. Meghívtuk rá a polgármester urat, meghívtuk ott a minden győző országgyűlési képviselőnket, Pápa Jóska, a most az ő egyik legnagyobb ilyen építési vállalkozó Tiszalökön, ő lesz még itt, meghívtam a Tiszalökért közalapítványnak a vezetőjét, hát nagyjából ennyien leszünk, és nekem van egy gondolatom, hogy Katikával csak úgy beszéltem, hogy utolsó, hogy nincs teljesen lefixálva, én felajánlom, hogy 3 ember szívesen elviszek magammal a Tokajra, a Kopaszra, a Tarca felett Földmunnán menni. Ha valaki kocsival betársul, akkor mehetünk egy autóval is, de nem akar én 3 embert szívesen elviszem. A Kopaszra, el, kilátóhoz. Akkor hogy én vagyok. Én azt hittem, hogy csalva. Én ilyeneket szeretnék, közben a Marika, a festői Marika festett egy képet,
egy olajképet, amelyben a, hogy nevezik ezt mi? Azt a faházban, amelyikkel van. Lábasház. Igen, a lábasházak, és ezt uraltuk a Dandamásnak uraltuk, és szóval szerintem, hogy volt 6 óra csodálta, azt mondta, hogy majd ezt viszonozza, vendéglátással. Majd nem tudtam elérni, azóta segít annak egy SMS-t, mert nem válaszolt rá, és szeretnék, ha ő is tartaná a szavát, és ő azt ígérte, hogy a társaságot egy vendéglátásra majd meghívja. Hát ilyen problémák vannak, és akkor pénteken szokás szerint zárnánk ezt a együtt töltött egy hetet, és akkor szombaton pedig érzékeny búcsút veszünk, és akkor abban reményben, hogy egy év múlva is végig találkozunk. Kokó Gármester úr, elég még szíves legyen néhány szemt. Tisztelt és szeretettel köszöntöm benneteket. Már 16. alkalommal Pista is mondta alkotótáborunkban, ami támogató szerintem mindenkinek kötelessége, akinek teheti. Így nekem is kötelességem, de ha nem lenne kötelességem, akkor is megtenném. Nagyon szívesen teszem, hiszen az, amit önök képviseltek, az hiányzik a nagy életből. A nyugalom, az elgondolkodás, az ikret, és van, aki kimondja, van, aki leírja, van, aki lefesti. És én vizuális alkot vagyok, szerintem nagyon sokan, és amit el lehet mondani a szóban, az nagyon nehéz, de lehet még inkább lehet festeni, meg lehet alkotni. Fizikai értelmében is maradban, szószét maradban nyújtani. És minden évben nagyon nagyszerű festmények, alkotások születnek, és ezért nem mindegy, hogy ha egy kicsit akadozott is, vagy akadozik a gépezet, de Tritonnak itt vagytok. Nyilvánvaló, hogy Pistánt is köszönjük, aki szívós, és nagyon akarja, és azért léteztek így még egyben. És én is nagyon szeretném megköszönni Lacinak, hiszen ez a helyszín valóban nem az a környezet, mint ami volt az alkotóház, amit meg külön történetem majd egyszer, mondjuk szerdán majd mesélek róla. Viszont az jó hír, hogy a Holtágés környezetében, közvetlen környezetében, egy kis tartott távolabb, sok minden történt. Megépült egy gyönyörű tanúsvény, lábasházak azok, ahogy korábban megépültek, de most már egy egységet alkotnak, van egy gyönyörű hída, nevezett hídna, Holtág fölött, illetve múlt héten pénteken került átadásra az Ökocentrum, aminek 2 épület egysége van. Hogyha feltetszenek idézni azt, hogy a kenyérgyári Holtág töltésénél régen volt egy romos, gazos porta, ahol ilyen összedőlt, félig összedőlt wild ház volt, azt majd meg kell nézni, hogy egy gyönyörű fogadó épület van, kemencével, sok minden érdekessége, és a másik, a nagyobbik épület, az pedig egy csoda lesz, miután végleg meg fogják rendezni, rengeteg eszköz van, éjjeli megfigyelő eszközök, álcák, csillagászati társaságok, kerékpárok, tehát egy öko gondolkodás magába hordozó történetről van szó, aminek képes feladatban Tamás, akit említett Pista. Például azért nem tud utolérni, mert utóbbi néhány napban egészségügyi problémákkal küzdik, most fogják kitalálni, hogy gerincsérve van, vagy valami más, és próbálni gyógyulgatni, vagy keresni egy jó módot. Viszont sok minden történt közben, politikai értelemben is, meg ugye tavaly volt 3 választás, az őszi, az arról szólt, hogy az önkormányzat átalakul, nem alakul, részben átalakul, részben nem. Az életben tovább a feladatok ugyanúgy megvannak, nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ez a kisvároshoz méltó körülményeket biztosítsunk a működő intézményeinknek. Most jelenleg az idősek gondozó központját újítják fel, most kész van, hogy Pista által, amit a Tápa József vállalkozó csinálja. Az időséget átköltöztetjük egy régi nevelés intézménybe. Most a nyári szünetben elkezdődik az általános iskola, illetve a fogás hivatal tetején egy naperőműnek a telepítése, illetve az általános iskolának a hőszigetelés és
nyilázára cseréje, várjuk a izgalommal a belterületi utaspályázatokat, mert ugye az egyik legfontosabb az embernek a komfortérzetét, nagyon befolyásolja a területi miatt az utak. Hát most saját forrásból fotózgatunk, kinek tetszik, kinek nem tetszik, ki örül ki, meg okoskodik, de nem baj, ehhez hozzá kell szokni. Amikor nem találkoztunk, volt egy ilyen intenzív téli időszak, amikor egy egészségügyi projekt meg nem valósulása folytán művi úton jeleztetek sok-sok indulatot, most úgy tűnik, hogy ezt túlélve, körülbelül egy hónap múlva a nyíregyházi kórház kihelyezett rendelésre érkezőkhetnek, több millió forintért vásároltunk eszközöket, ezek két-három hete érkeztek meg, illetve a második fele ezen a héten érkezett meg, és remélem, hogy mindenki megelégedéssel és érzéssel fog indulni. Azon kívül, hogy itt a nyár, menni kellene pihenni, nyaralni, de mindenkinek van valami feladata. Istennek szervezett a tábort, én akkor fogok elmenni szabadságra, amikor már végképp nincs semmi dolog, olyan, ami nincs, szabadság akkor biztos, amikor már vissza is jöttünk, ugye. Lacinál sem nagyon van szabad ideje, mert őket meg most lesz járt a Nemzetgazdasági Minisztérium, de hát ugye ez az intézményegység, most már a jövő szakképzésről beszélünk, a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerül, és Nyíregyházán létrejött egy megyei centrum, szakképzési centrum, és a működtetését ők fogják majd irányítani, hogy most itt is változások vannak, de majd itt is beállnak ezek a dolgok egyenesre remélhetően. Gimnázium meg van? Maga az intézmény, ugye több célú intézmény, gimnázium osztály van benne, de már három éve nem tudtunk beiskolázni, nem volt jelentkező. Ezért nem tudtunk kénytelen osztályt, jövőre fog foglalni az utolsó kosti osztályt. Csak szakközépiskolát. Tehát 8 km-en belül két gimnázium, ilyen kis települések mellett sok. Tehát, hogyha valaki komolyan gondolkodik, vállal Tokaji színvonal se nagy durranás, de elmegy Tokajba, Nyíregyházára, Vasvári a legnagyobb létszáma, Hajdunánásra. És aki meg maradt, az jelentkezik ide, és akkor 7-8, jelentkező 10, esetleg az, aki nem lehet, szeretnünk utáni. De menjünk szakközépiskolába, menjünk szakiskolában, most új neveik lesznek ezeknek, egy gimnázium, szakgimnázium, főgimnázium lesz, akkor mi leszik a szakgimnázium és a középiskola. Igen. 4+1, 3+2, és a hidasok lesznek. Na, változás, változás hátán, de valami állandó, ezt pedig a alkotó tábor. Még egyszer köszöntök, mert szeretettel mindenkit, és kívánom, hogy új dolgokat tessenek találni. És akkor azokat a pillanatokat megörökíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Annyi mindenről beszéltünk, és egy hibám, és egy ragályos polgármester úrnak is hibám, Katikát nem említettük meg, aki nélkül, én szerintem ez a tábor megint, hogy nem működne, mert egy mint nyugdíjas nem mindig érnek rá mindenre, aki meg dolgozik a köptárban. Hát neki más dolga nincsen, csak a város rendezvényeket rendezni, mert távolnak a telefonszámok, onnan lehet külföldre telefonálni. Hát változott a csapat összeállítása is, ahogy még most nem látjátok. Délután fog érkezni ki ebből egy kislány, onnan is kettőt látunk egyikön, meg Kolozsvárról fog jönni egy tanár úr a lányával. Tehát egy változás van, ezeket a telefonokat onnan tudjuk lebonyolítani. A felvényeket az nekem mindig egy forma a költségem a telefonon, van nincs probléma, de ezek a külföldiek, mint a zsebegyúzósak lennének. Aztán én azt gondolom, hogy eleget fecsértünk. Hát ha valami problémátok lesz, jelezzétek nyugodtan, vagy nekem, vagy Katikának, vagy Szellán itthon van, meg Lacinak, és akkor jövök minden napit lesz, ő mindig itt van, és szóltok, én meg nem veszem, akkor lesz, hogy bármilyen nyugodtan szóljatok, első kézből tudjuk meg a bajba, Leszkup is, mivel nem fest, helyül messzen ér amúgy is, ahogy eddig is csináltuk a PK-t, elhozni, vagy valahol elkezdve, hogy elmegy,
Gyuri szintén besegít rád, Gyuri, a elmefelejtsük majd megköszönni a mindig így a katona infót hátul, úgy Gyurinak köszönjük meg, hogy megfelelte a vacsorát, szerintem. Ő ezt akkor beszállni, meg van felezve felé. Én állom már a költségvetésből, másik felé meg házi Gyuri. Tehát ő egyébként szállhozik be az ikleibe. Margokkal meg egy olyan szószalom lesz mindenki. Én tovább nem szakorítom a földön, akkor arra kell, hogy menjetek el, hogy... Bocsánat, Istenem, én csak egy mondatot, mert én is elfejtettem. Ugye, nyilván, hogy annak eredményeképpen, hogy gyakorlatilag évtizedek óta kiváló munkát végez, és mindenben számítak rá mindenkori önkormányzat, hogy is négy határt újabb 5 évre kinevezte a képviselőtestület a Városi Könyvtáros Művelődési Ház igazgatójává, és tovább egy közös ürödést kívánok itt január 1-től december 31-ig. Az idén is méltó a nemzetközi megnevezésre a tábor, hiszen a nehéz körülmények ellenére Ukrajna fővárosából, Kijevből és a romániai Kolozsvárról is érkeztek művészek a találkozóra. Van, aki egy híján mind a 16 táborban részt vett, és van, aki most jött először, de néhány nap után egy dologban mindannyian meg tudnak egyezni. Tiszalök és környéke kimeríthetetlen forrása a festő témáknak. Ezt felhasználva rengeteg szép kép készült az egy hét alatt. Látszik, hogy nem unatkoztak az alkotóik. Következzen néhány interjú a tábor lakóival és szervezőjével. Üdvözlöm a kedves nézőket innen a Nemzetközi Csontvári Alkotótáborból, amely az idén már 16. alkalommal nyitotta meg kapuit. Mellettem ül az egyik főszervezője, Zrinszky István. Pista, az a kezdetektől, ha visszatekintesz, mi a különbség a 16. vagy a mostani tábor között és az előzőek között? 2000-ben kezdődött ez a tábor. Régi vágyam volt, hogy valamikor csináljuk már meg, hogy Tiszalökön is érezzék, hogy van tájnak a szépsége, örökítsék meg a fákat, a gyönyörű holtágunkat. És első alkalommal 6 vendégünk volt. Budapestről érkeztek, a újpesti szabad képzőművészek körének voltak itt a vendégei 4-en, illetve Hajdunánásról volt itt még Demeter Imre. 6 fővel indultunk, a 6., 5-en volt a Pestről, és akkor a Demeter Imi volt a 6. Következő évben pedig a tábor annyira fejlődött, hogy már kellett lassacskán, hogy mondjam, szelektálni, ez csúnya szó a művészetbe, de válogatni kellett, mert a gimnázium kollégiumában voltak elhelyezve a vendégek. Hát ilyen apróságok történtek, hogy elfelejtettünk poharat hozni, elfelejtettünk kávéfőzőt hozni, meg egyáltalán olyan-olyan alapvető dolgokat, mint aki naíva szereti, hogyha itt vannak, szereti a vendégeket, szereti a kultúrát, de a vendéglátásnak a dolgait viszont elrontottuk. Ezt Örgyesen egy Katikával csináltuk, aztán egyszer mondják nekünk, megjöttek szombaton a vendégek, és akkor mondják vasárnap vagy hétfőn, hogy hát nincs poharuk, és akkor látjuk, hogy a fél literes műanyag üveget ketté vágták, abból ittak. Hát úgy szégyeltük magunkat, de most már a 16. alkalomra már ott tartunk, hogy majdnem azt mondjuk, hogy profik vagyunk, és úgy, mint egy pedagógus, aki felkészül az előadásra a jegyzetéből, nekünk is megvan a jegyzetünk, megvannak a névsorok, megvannak a telefonszámok, tudjuk kinek mi a stílusa, és akkor szeretnénk olyanokat vendégül látni a táborban, akik festenek pasztellal, akvarellal, festenek olajjal, és itt a művészetnek ezek a ágai mind-mind megjelennének. Különbség? Hát az első, most mondjam úgy, hogy visszakerültünk az alapokhoz. Innen indultunk a gimnázium kollégiumától, a kollégiumából, és visszakerültünk. Köztem volt egy 10 év, ami csodálatos volt, a Tiszalöki Ifjúsági Alkotóház, amely panzió szinten működött. 3 éve ott beszélgettünk, ugye? Igen, ott beszélgettünk 3 éve. Hát mindenki azt emlegeti. Itt all inclusive ellátás volt, azt mondták, ezt ki kell mondani, mert így mondták nekünk,
Pisti, kinyaljátok a fenekünket. Igen, nem tudtuk, még akkor is azt hittük, amikor ők ezt mondták, még azt hittük, hogy keveset adunk. Annyira szeretjük mi Katával ezt a tábor, de támogat a polgármester úr is, de mondjam azt, hogy a mindenkerüli polgármester, mert nem tudtunk olyat kérni egyiktől se, hogy ne segítsenek. Most, amikor nagyon bajban vagyunk, az idején nem sikerültek a pályázatok, most teljesen és kizárólag csak az önkormányzat támogatására számíthattunk. 142 000 forintos költségvetéssel dolgozunk, 15 vendéget hívtunk meg, és ebből a 15 vendégből sajnos csak 12-en tudtak eljönni, mert amit tudják a kedves hallgatók vagy nézők, és te is, ahogy tudod, Ukrajnában milyen probléma van, nem kaptak vízumot a hölgyek, egynek volt vízuma, ő el tudott jönni, másik kettő nem, illetve még Nyíregyházáról nem tudott egy úr eljönni családi probléma miatt. Ugye 12-en vannak itt. Itt a programokat megszervezzük nekik. Hol voltatok? Hova vittétek el őket? Hát az első dolog, amit megmutatunk, a komp. Aztán van ez a tanösvény, amire büszkék vagyunk. Második dolog pedig az erőművés környéke. Ezeket megmutattuk, aztán bementünk megnézni a szabastrandot. Ez volt szombaton. Ma pedig két kocsival fölmentünk a kopaszra, és az az élmény, amit ők tapasztaltak, az nekem úgy jött át, hogy akkor felmentünk, és meglátják a panorámát, ez a felszabadult sóhaj, vagy egy kiszökött belőlük ez a hang, nekem ez minden pénzt megért. Ezért már érdemes egy tábort működtetni, vagy csinálni. Van olyan alkotó most a táborban, aki a kezdetektől fogva folyamatosan részt vesz? Hát a legelsőtől sajnos nincs, kiöregedtek. Kiöregedett az akkori művészeti vezető, kiöregedtek a tótházas pár, viszont a másodiktól itt van Fejér Imi, akit én kérlek, hogy majd szólaltass meg, és akkor ő mint itt lakó vagy itt alkotó ember, ő egy őszinte véleményt tud majd mondani arról, hogy mit lát. Hát én azt tudom mondani, én mint szervező, hogy hát az első kettő az itt volt, a gimibe, utolsó kettő, de a legutóbbi kettő... Hát azért reméljük, nem? Igen, a legutóbbi kettő az megint itt van a gimnázium kollégiumában, de ami közte volt, az egy csodálatos, az azt hiszem, hogy országos hírű is lehetett volna. Mi nem annyira propagáltuk magunkat. Bízunk benne, hogy ez még működni fog tovább, és a támogatóktól függ. Hát reménykedjük benne. Nagyon szépen köszönöm a riportot. Én köszönöm szépen a lehetőséget. A nevem Fénesan György, festő vagyok, és Kolozsvárról jöttem. Első alkalommal van nálunk? Magyarországon nem, de Tiszalökön először jöttem alkotottából. Most az első alkalom. És hogy érzi magát Tiszalökön? Milyen benyomásai vannak a városunkról, a környékről? Hát most őszintén, persze mindenki, akit kérdezik, mondanák, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, de most nagyon, hogy mondjam, őszintén nem gondoltam, hogy ennyire. Nem tudtam semmit Tiszalökről. Szóval néztem ott az interneten, még egy pár dolgokat olvastam róla, de nem tudtam, hogy ennyire, szóval ilyen ez a helység. És nekem tényleg meglepetés lett, persze, ez a tiszai táj, meg a helység, meg ez a város, minden. Szép, tiszta város, csendes. Hogyan került kapcsolatba a szervezőkkel, az alkotótáborral? Igen, mi most beszélek, ketten jöttünk, a leányommal, ő is festőművész, és mi már Magyarországon járunk, mondjuk már 15 éve, ha nem 20, különböző helyeken, alkotótáborokban. És akkor az alkotótábor vezetők biztos ismerik, kapcsolatban vannak egymással, és akkor egy alkotótábor vezető nagy körülről, ahol szoktam menni táborba, Varga Zoltánnak hívják, ő valahogy bevezetett, jól mondom, ide, ebbe a
táborba. Biztos beszéltek, mert ezek úgy mennek, hogy azt hiszem minden évben jönnek azok, akik mondjuk a már rég tagok a táborba, de jönnek újak. Ez úgy történik mindenhol a táborokban. Nálunk is, Romániában is, itt is. Szóval úgy kerültünk ide, ilyen. Beszélne egy picit arról, hogy hogyan került kapcsolatba a festővászonnal? Hát az hosszú mese. Mit mondja, már gyermekkoromtól festek. Szóval az enyém egy elég, hogy mondjam, nem valami különleges út volt ez. Arra kezdtem, hogy végeztem a kolozsvári liceumot, képzőművészeti liceumot, az már mondjuk gimnáziumból, aztán a liceum, aztán jött a művészeti egyetem Kolozsváron, persze, és akkor mondjuk egy olyan jó 50 éve ez a fő foglalkozás. És úgy látom, hogy a gének is nagyon jók, mert említette, hogy a lánya is ezzel foglalkozik. Igen, hát tudja, hogy van. Sokszor van egy ilyen magyar mondás, most nem tudom éppen, hogy a szacska nem ugrik messzi a törstől, jól mondtam? Most az, próbálom, az alma. Magyarul az almáról van szó? Igen. Na, az alma nem esik messze a pályától. Na, ezt akartam mondani. És akkor persze, hogy amit látott a házban, szóval inkább amit csináltam én, biztos neki is megtetszett. Ez úgy történik sokszor, hogy a gyermekek mondjuk ugyanazt választanak, mint a szülők. Ja? És most úgy történt, hogy ilyen művészeti... Mi ihleti meg egy helyben, vagy mi egy apró részlet esetleg, vagy egy egész táj? Hát az, hogy mondjam, az egész az részletekből áll. Az első kapcsolat az egész. Szóval mondjuk a nagyba a dolgok. És azután kezdek felfedezni az apróságokat mondjuk, mert az annélkül nem lehet igazán felfedezni egy hely csodálatait, vagy kicsit nehezen mondom ki, kell fordítsam, és akkor azért jön ki egy kicsit nehezebb. Csak tájképest fest, vagy portrékat is esetleg egy picit a művészetéről, ha beszélne? Az én szakom ilyen hogy mondják, monumentális festészet, falfestészet, szóval freskó, meg mozaik, meg ilyen nagy méretű kép. Én a tájképet nem csinálom csak nyáron, mikor járok alkotótáborba. Mert szerintem, ha már mész a természetbe mondjuk, s ott, akkor én azt érzem, hogy azt kell csináljam. Vannak sokan, akik mennek egy alkotótáborba, és nem csinálok abszolút semmit a természetről, csinálják tovább a saját munkájukat. Nekem van a munkám a műteremben, otthon, de nyáron mindig szerettek kimenni a tájképet csinálni. És akkor igazán tájképet csinálok, azon nem csinálok egyebet. Értem. Ez idő alatt készült most akkor a alkotása már? Igen, rövid volt az idő, három mondjuk megkezdtem, nem tudom mennyire kész, mert sohasem mondhatjuk, hogy kész van egy, de mennyi idő alatt készül el egy ilyen alkotása? Attól függ. Most pontosan nem mondhatom. Van, amelyikkel... Attól függ, hogy megy a munka, vagy csinálhatom két óra alatt, és aztán mondom, ez kész van, és nem kell többet hozzányúlni, mert akkor már vagy más lesz, vagy egyszerűen elrontom, mondjuk. De van, amikor dolgozok egy hétig, vagy attól függ, hogy... Minden munkának megvan a saját ideje, amielőtt meg kell csinálni. Mondjuk egy tájképet egy-két napot, ha mondjuk, hogy többet nem dolgozok rajta, mert akkor már nem az a friss, az az impresszió, az a... Akkor már egy kicsit olyan mesterséges, egy kicsit fáradt, egy kicsit már nem olyan friss, mint a természet, vagy a... Egy művésznek rengeteg alkotása van, de van olyan, amitől soha nem szabadulna meg, ami a kedvence? Hát van egy pár. Persze, hogy idő alatt összegyűltek sokak. Én nem vagyok éppen
nagyon sok munkát csinál. Mondjuk egy év alatt 50-60 képet, nem többet. Az nem tudom, sok, kevés, van, aki többet csinál, van, aki kevesebbet. És hogy oda legyek, hogy mondjam, ragaszva egy képemhez, amit festettem, nem oldaltam. Az én véleményem az, hogy a képekkel járjanak, nem otthon üljenek. Szóval azok elismerik az emberek. Sok kiállításra, országban, külföldön részt vettem, és nem mondhatom, van egy-két kép, de azok inkább ilyen intim, családi, mondjuk egy portré, vagy valami, aki más valakit nem érdekli mondjuk annyira, és akkor azt megtartom. A többi, én azt akarom, hogy menjenek, hogy persze, amennyire lehet. Szombat óta itt vannak már. Alakultak ki barátságok? Persze, hát elsősorban a táborvezető, akit úgy ismerkeztünk meg, hogy kétszer beszéltünk telefonon, elintéztük nagyon hamar a dolgot. Ő kérdezte, hogy akarok jönni, akkor mondtam, hogy igen. Egy pár dolgot beszéltünk, és már úgy éreztem, biztos ő is, nem tudom, biztos, hogy mintha régóta ismerjük. Ugye van valami az emberekben, amikor vagy az első beszéd után már nagyon jól kapcsolnak, vagy soha. Most úgy történt, hogy Istvánnal úgy történt, hogy nagyon jól. És ön kívül, persze itt megismertem a táborba, volt két személy, két hölgy, amelyek jöttek ugyan Kolozsvárról, akit nem ismertem eddig, itt ismertem meg, és Kolozsvár nagyváros, mi nem ismerjük egymást, hogy... És Magyarországról van az Imre, most elnézést kérek, nem tudom a családnevét. Fehér Imre. Fehér Imre. Fehér Imre, nagyon jó, hogy mondjam, nagyon barátságos ember. Az első pillanatból már tudtunk beszélni mindenről. Épp az este, aztán mindenről beszélnek, politikát, abszolút mindenről, művészetről, mindent beszéltünk. Akkor érezte olyan jól magát, hogy esetleg jövőre is visszajön hozzánk. Nagyon szeretettel, ha meghívnak, úgy van. Nagyon szépen köszönöm a riportot. Köszönöm szépen is. Következő beszélgető partnerem Háziné Szikora Éva, akivel már 3 éve ismét találkoztunk. Hogy érezted magad eddig a táborban? Hát ebben a táborban mindig nagyon jól érzem magam, mert régi ismerősök közé jövünk. Igaz, hogy minden éven újak is érkeznek. Köszönöm szépen, jól. Fáradt vagyok, mert egy régi, előző héten egy másik táborban voltunk. A férjemmel, ő kísérel mindenhová. A Kiskun Félegyháza melletti Borsi Halomban voltunk, egy szervezett alkotótáborban, és akkor annak vége lett vasárnap, itt kezdődött volna szombaton, úgyhogy én vasárnap csatlakoztam a társasághoz, de igyekeztem helytállni, úgyhogy... Sűrű a program. Sűrű a program, így van. Hol voltatok eddig? Mi mindent néztetek meg, amit még eddig nem láttatok? Hát itt Tiszalökön már lassan nem nagyon van olyasmi, amit nem láttunk volna. Hát 2002 óta járunk minden évben, úgyhogy már feltérképeztünk mindent. Mondjuk vannak új dolgok, meg vannak szép dolgok, meg átalakulások, amikről az ember tudomást szerez, így lép, jön, megy, és akkor nézegetünk mindent. Mit szóltok a tanösvényhez, amit most adtunk át nem olyan régen? Hát a Fahidon már elindultam befelé. Gondolom, hogy hát igen, arról van szó, hát nem értem még a másik végére, mert közben annyi fényképezni való volt, hogy nem volt rá idő, meg hát festeni kellett, hogy azért az ember mutasson is valami produktumot, hogyha már eljöttünk, úgyhogy egy kis időt szakítottunk, tegnap este voltunk csak kint. Mi az a valami, mi az a dolog, amiért folyamatosan már 2002 óta visszajártok Tiszalökre, mi fog meg itt Tiszalökön beleteket? Elsősorban az ismerősök, a társaság, a hely szelleme, tehát ez a hely is barátságos, meg az előzőekben az ifjúsági ház mondjuk sokkal, hogy is mondják, azt... Komfortosabb? Komfortosabb, igen, igen, a környezet, de hát ugye itt is megtaláljuk a... Itt viszont kárpótol ez a gyönyörű hely. Így van, a fák, meg a minden, tehát ez a maga a kastély, biztos, hogy a hely szelleme is itt köztünk van, és segít nekünk, hogy minél jobban, szebben dolgozhassunk.
meg az idő is. Most is alakultak ki barátságok, új barátságok? Igen, valószínű, hogy jobban leszünk a későbbiek során is. Hát sajnos vannak olyanok, akiket nagyon-nagyon vártunk, hogy újra találkozhassunk Ukrajnából, a Duliskovics Pál és a társaság, a felesége volt már itt, őket vártuk nagyon, hát sajnos ők nem tudtak jönni. Akkor, de a régiek közül jó együtt a kapcsolat mindenkivel. Most milyen alkotásokat csináltatok, milyen alkotások születtek? Én hétfőn kezdtem el dolgozni, úgyhogy az én kezem alól, amit itt a parkban láttam, hát itt meg aztán van rengeteg, meg a napraforgó táblák, ugye, amik most aktuálisak, az most pillanatnyilag mindig a fejemben van, hogy mikor, hova, hol kellene napraforgót bigyeszteni. Hát egy napraforgó táblát csináltam Buza táblával, a Tokaji hegyről, tehát az is a hely, hogy is fejezem ki magam, tehát a helyre jellemző tájat. Aztán itt a parkban a napfény, amelyre húzott. Mindig meglátsz valami újat, amit úgy érzel, hogy na most ezt mindenképpen le kell festenem? Hát nyilvánvaló, ahol egy fa van már, ott nagyon sok mindent látni, mert a fának az árnyékai olyan nagyon szépek, a falevelek hajlása a szél által. Tehát sok minden, a madarak, meg minden. De lényegében inkább a fák. Mi lett meg a legjobban itt Tiszalökön téged? A zöld, a kék, a sárga, és minden, ami színes, és amit vászonra lehet kenni. Vászonra olajjal dolgozom, egyébként akvarellel dolgozom szívesen. Azt is készítettem egy kis napraforgót. Ezek mind nehéz technikák. Az akvarell, most a napraforgó és az akvarell összekerült a számban. Az akvarell az nagyon nehéz, olyan szempontból, hogy az, hogyha felkerül a festék a papírra, akkor onnan már visszavenni, az már nagyon, hogy mondjam, a csúnyává teszi, nem friss, nem elnehezíti a képet. Milyen technikával kezdted? A kezdetekkor? Így. Hát az 17-16 évvel ezelőtt volt, rajzolni nagyon szerettem, szinte azt mondhatnám, hogy majdnem, hogy naponta. Én annak idején óvónő voltam, és a gyerekek között nagyon sokat rajzoltam, festettem, és az úgy elég is volt, 10 év után adtam abba a pályát, és akkor utána, egy idő után hiányzott a festés, és akkor mindenbe belefogtam. Tehát az olajat kipróbáltam, az akrilt kipróbáltam, az akvarelt, a temperát, a szenet, a diópárcot, úgyhogy mindenfélét. Ennek is van egy ilyen lépcsőfoka, amit be kell járkálni, hogy eljusson az ember idáig? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Inkább a kíváncsiság hajtja az embert. Engem legalábbis. A másik pedig az, ami hajtott, olyan társaságot kerestem, ahol képzett művészek mutatják nekem az utat. Mert én ugye autodidakta módon kezdtem a festést, és hát kell hozzá egy született adottság, de kell hozzá feltétlenül egy jártasság, egy gyakorlat, nem egy gyakorlat, hanem 50 évnyi gyakorlat, és szinte napi rendszerességgel, amit én nem nagyon tudok megtenni, de igyekszem odafigyelni, és járunk egy szakkörbe Nyíregyházán, a Benczúr Gyura szakkörben, dolgozunk, közülünk van itt Leskuné Varga Mária, aki szakköri tagunk, itt van ő is köztünk, Balogh Géza tanár úr, festőművész és szobrászművész Nyíregyházán, ő a instruktorunk, aki segít bennünket, hát ez a nyíregyházi munka. Ezen kívül nagyon sok helyre járunk festeni, sőt Nagybányára is járunk festeni, Nagybánya mellé Kavnikra, ahol már 9. éve várnak bennünket vissza, és hát ott a táj az aztán tényleg magáért beszél, gyönyörűség. Itt is, nálunk is, mert betegszik, azt mondhatnám, mert gyönyörű szépek a hegyek, meg a síkság is, meg a Tiszapart, meg sorolhatnám. Hát remélem az ihlet minél többször visszahajt majd ide hozzánk. Egy néhecske úgy gondolta, hogy megnéz engem közelről is. Nagyon hát szépen. Remélem, hogy fogunk tudni még jönni, hogyha az egészségünk engedi, akkor jövünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Leskuné Varga Mária a nevem. Nyíregyházán lakom. Egy családom, férjem, két gyerekünk van, unokám. És elég későn kezdtem a festészetet, a nyugdíjas korba. 2000-ben intenzíven, mindig szerettem rajzolni,
de nem gondoltam, hogy bennem még lehet egy kicsit több is, mint a rajz, és egyik ismerős hölgy megnézte a rajzomat, hogy gyerekeknek rajzoltam valamit, és mondta, hogy miért nem festél, mert benned úgy látom, hogy meg lenne az a tehetség. Hát mondom, honnan gondolod, Katika? Mondom, hát ezt tanulni kell. Ó, hidd el, hogy megtudnád. És úgy nem gondoltam, hogy ezt olyan komolyan veszi, mert jött a névnapom, és vett nekem 6 színes tubus művész olajfestéket, és egy kis üveg hígítót, és csomagba behozta, és ajándékként azt mondta, most már kezdjél hozzá, és fessél, mert neked tudni kell festeni. És aztán később végig is rászántam magam, hogy kipróbálom. És az valahogy úgy éreztem, hogy tudom kezelni egyrészt, és festettem vagy 5 képet magunknak. Mi volt az első dolog, amit lefestett? Az első dolog egy másolatot készítettem Réti Mátyásnak egy szénahordásról. Egy kartonpapírra, hát nyilván, hogy nem sikerült olyan jól, mint ahogy ő festette, mint elsőnek, de olyan naív szemmel, akik nem látták az eredetét, azok úgy elfogadták, hogy elég jó, és rábeszéltek, hogy mutassam meg szakembernek. És végül aztán csak mégis megbeszéltük, hogy a Soltész Albert festőművész akkor vezetett egy képzőművészeti kört, a Bencu Gyula képzőművészeti kört, és elvittem 3 képet megmutatni neki, és mondtam, hogy én kritikát várok, nem dicséretet, mert nem úgy festettem, de ezt csak magunknak. És ő azt hitte, hogy én ezt már tanultam, ő megdöbbent, és mondta, hogy hát elmondja, hogy mi a jó, meg azt is, hogy mit nem festettem meg jól, de ez ki fog alakulni, hogyha én fogok járni hozzájuk, tanuljak rajzolni, és lesz belőlem esetleg egy jó festő is, akár egy jó festő is. Nem, először nagyon örültem, de hogy nem hajtott el, nem küldött el, hogy ő most nem foglalkozik kezdőkkel, hanem inkább még rábeszélt arra, hogy járjak hozzájuk. És azóta rendszeresen járok, 2000 óta, jelenleg is. Most pillanatnyilag szünidő van, úgy, mint az iskolákban, de szeptembertől kezdjük újra. És azóta nagyon sok kiállításom volt, országos képzőművészeti versenyre is meghívtak képeimmel, nagyon sok alkalommal, egyéni és csoportos is, és meglepődtem, amikor Tiszalökre kaptam egy meghívást még 2002-ben, hogy jöjjek. Hát én azelőtt kezdtem festeni, de hogy volt egy csoportos kiállítás, valaki láthatta a képemet, és úgy döntöttek, hogy meghívnak ide. És azóta minden évben meghívást kapok. Jól érzem itt magam, mert milyen jó a közösség, egymástól tanulunk. Nagyon jó a vendéglátás is viszonylag, úgyhogy örülünk, hogyha itt lehetünk. Szinte a kezdetektől tulajdonképpen ön is a tábor lakója. Mi az, ami visszahozza mindig Tiszalökre? Mi az, amit mi nem látunk, és ön mindig meglát? Hát, ha lemegyünk a Tiszapartra, akkor annyira gyönyörűnek látom, hogy valamikor nem láttam ennyire szépnek, míg nem festettem. Hanem láttam azt, hogy zöldek a fák, a víz szürke, vagy sötét, mikor milyen, de most valahogy más szemmel látom. És amikor megfestem, akkor úgy gyönyörködnek benne mások is, és mondják, hogy ó, de szépnek láttad ezt a Tiszát. És ez úgy visszahoz mindig. Jó itt a környék, nagyon jó az a táj, ami itt megvan, és ebből olyan szívesen festek mindig. Minden évben festek a Tiszáról. Van kedvenc témája esetleg? Hát én annyira egyformán szeretem a tájképet, ugyanúgy a csendéleteket, a portrét is, mert a képzőművészeti körbe portrét is, de talán a csendélet áll hozzám legközelebb, de van olyan festményem, ami nagyon kedvenc, és azt nem is adnám el, azt legelőször itt festettem Tiszalökön, egy magányos gólyát, ami
Lejutunk a Tiszapartra a férjemmel, és én elkezdtem a Tiszát festeni, és a tájat. Egyszer lerepült a gólya nem messze hozzánk, azt hitte, hogy mi horgászok vagyunk, és várta, hogy valamit kap. És én úgy meglepődtem tőle, hogy ilyen közel merészkedett, leszállt, és onnan figyelt bennünket, mint aki modellt áll. És rá is festettem. De ezt annyi sokan kérték már, hogy adjam el, de nem adom el, mert annyira közel áll a szívemhez, hogy nem tudnák megválni tőle. Ha említette, hogy portrét is szokott festeni, egy portré alkalmával mi az, ami leginkább egy arcban, egy emberben megfogja önt? Mit lát meg legelőször? A karaktere, az arc karaktere. Valakinek annyira jó karaktere van, hogy könnyen meg tudjuk festeni. Nem az a fontos, hogy nagyon szép legyen, hanem inkább olyan különös karaktere legyen, ami miatt rá lehet ismerni. Mert egy szép arcot nehezebb megfesteni, mint egy olyat, akinek érdekes karaktere van. Egy érdekesebb karaktert könnyen meg tudunk festeni, de általában a gyakorlat az előbb-utóbb olyannyira kihozza az emberből azt, hogy mindig jobb legyen és sikeresebb legyen. Alakultak ez idő alatt barátságok, vagy például a mostani alkotótábor alkalmával alakultak barátságok? Sok emberrel összebarátkoztunk, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Még telefonon is tartjuk a kapcsolatot egymással. Ide jövünk, akkor valóban, mintha családba jönnénk, úgy érezzük magunkat. Nagyon jó itt lenni. Hát ennek örülök, nagyon szépen köszönöm az interjút, és remélhetőleg máskor is visszatér hozzánk. Hát reméljük, mert most nem vagyok annyira fiatal, hát reméljük még azért az élet. Csak kegyelmez még nekem annyit, hogy még egy pár évig legalább, úgyhogy bízom benne, hogy fogunk találkozni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Mivel a csontvári alkotótábor, mint említettük, nemzetközi, ezért szerencsénk van, mert egy Kijevből érkezett művész is itt van nálunk. Viszont egy kis segítséget kell kérnünk Szombati Béla bácsitól, aki tolmácsolni fog nekünk. Megkérném, hogy egy picikét mutassa be ön magát. A lány? Igen. Takjak это пленер художественный международный нам удалось найти художника из Киева, с Украины. Мы попросим вас, чтобы немножко ознакомьтесь своей автобиографией. Представьтесь нам. Меня зовут Людмила Нечай. Engem Людмила Нечайнок хивнок. Я пишу живопись и занимаюсь культурной деятельностью. У меня культурная организация, кроме того, что я художник, я еще и занимаюсь открытием таких же пленеров, как происходит здесь у вас. Hasonló táborokat szervezek én is. A fő foglalkozásom kulturális rendezvényeknek a szervezése, de emellett a szabad időmben festegetek is. És mint művészként élem a világomat. Először van nálunk, milyen benyomása van Tiszalökről? Vé unász pervé rász, kékéjú bászpecset lénye pro Tiszalök. Да, я впервые не только в Тиселёк, а и в Венгрии вообще. Я понимаю, что природа очень похожа на Украину, то есть как бы природа меня удивила двумя вещами. Первое – это мальвы на деревьях, которые у нас так не растут. И во-вторых, очень много аистов. Это как бы для художника, это, наверное, ваш особенность города. Nem csak Tiszalökön vagyok először, hanem Magyarországon is. Engem különösen megkapott az, hogy mennyire hasonlít Ukrajna Magyarországra, mert a természetben található fák, növények csodálatosak, frissek, ugyanúgy, mint mi nálunk, és egyszerre virágzik a hibikusz, ő májvának nevezi, és most jöttek meg ott is nemrégen a gólyák, és most költenek.
Hogyan került kapcsolatba a csontvári alkotótáborral? Как вы наладили связь с нашим табором имени Чонтвари? На самом деле виновником этого всего есть Бейло Самбати. Олег Надюб. Bűnös ebben Szombati Béla, aki igyekezett, hogy találjon egy olyan embert, aki Ukrajnából át tudjon ide jönni az alkotótáborba. Ismerve az ukrán helyzetet, nehéz volt eljönni hozzánk? Зная обстановку в Украине, тяжело было ли попасть сюда? На самом деле, информация, которая везде в мире, не такая, ну, она слишком преувеличенная. У нас война только на востоке. Az események, amelyek Ukrajnában, meg egyáltalán az egész világon most végbe mennek, mind fel vannak nagyítva. Kijevben például otthon tökéletes rend, nyugalom és béke uralkodik. És hogy érzi magát nálunk Tiszalökön, az országban? Как вы себя чувствуете у нас в Тисолёке, в государстве? Ну, мне очень спокойно и очень приятно. Меня окружают приятные люди, очень хорошая погода у вас. Ну, я вот... Nagyon jól érzem magamat, mert engemet körbevesznek nagyon kellemes emberek, és csodálatos az időjárás is. Ha az alkotótábornak vége az országban, marad még? Если закончится табор, останется ли еще немножко в государстве? Ну, я не смогу остаться, потому что у меня ждут там моя работа. Nem maradok, mert otthon rengeteg munka vár, és sok dolgom van, kulturális rendezvények intézése, szervezése, ez áll előttem, ha hazamegyek. Но если пригласят на следующий год, я обязательно приеду. Ha jövőre engemet újra meghívnak, én feltétlenül eljövök. Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük. Szemtanúi lehetünk ismét egy festmény születésének. Ehhez a modern videótechnikát hívtuk segítségül. Némi gyorsítást alkalmazva, lerövidítve az elkészülés idejét láthatjuk, hogyan készül az üres labból művészi alkotás.